Xenia? Jó reggelt, álomszuszék! Mit csinálsz te itt is? Királynőm? Mi van, Ash? Wow! Elég legyen a lustálkodásból. Vissza kell venni a királyságomat. Jó reggelt. Jó reggelt. Még mindig nem sikerült kiutat találni? Nem sikerült feltörnöm a varázslatot. Diego, van rá esély, hogy kijutunk innen? Nem kell aggódnod. Még csak egy nap telt el. Ki fogom juttatni magunkat, ígérem. Remélem igazad lesz. Ashley-ék bármikor jöhetnek. És az igazi királynőnek is hamarosan jönnie kell. Legalábbis remélem. Mesélj magadról. Diego vagyok, Delide a hercege. Trónörökös? Nem, a bátyám az. Hogy kerültél az őrzők mellé? Azt a feladatot kaptam, hogy vigyázzak rájuk. Legyek a kísérőjük. És hogy még velük vagy? Megkedveltem őket és a világot, amiben élnek. Úgy hívják, hogy Föld. Hallottam arról a bolygóról. Úgy tudom, ott nincsen varázslat. Van valamilyen mértékben, csak nem tudják használni. És megismertem az egyik őrzőt, Ashley-t. Ő melyik? A lángok tündére. Nagyon erős. Igen, hallottam a legendákat az őrzőkről. Ő az egyik legerősebb. Szereted őt? Nagyon. Valószínűleg most azt hiszi, hogy meghaltam. De akkor honnan veszed, hogy keresni fog minket? A kastélynak egy nagyon eldugott részén vagyunk. Nem biztos, hogy meg fog találni. Olyan varázslat veszi körbe ezt a termet, amit nagyon sokan nem tudnak feltörni. És még észlelni sem tudják. Még az őrzők vagy a királynő sem. Mi lesz, ha soha nem jutunk ki innen? Sosem fogod viszont látni a kinti világot. Sosem fogod látni a barátaidat vagy a királyságodat. Vagy Ashley-t. Ugye most nem arra akarsz rábeszélni, hogy öljelek meg? Nem, én csak... Olyan magabiztosnak tűnsz, és egyáltalán van értelme. Ki fogunk jutni. Ki kell, hogy jussunk. Kijuttatom mindkettőnket. De még előtte meg fogsz örülni. Mióta vagyunk már itt? Már 3 napja. Ki kell jutnunk? Nem. Ki fogunk jutni? Diego, mit csinálsz?
Ez nem fog működni. Varázslattal van körülvéve. Én legalább próbálkozom a kiutással. Most mit csináljak? Nem tudok csinálni semmit. De hát királynő vagy, nem? És akkor mi van? Te meg herceg. Folyton azt mondogatod, hogy ki fogunk jutni meg minden. De nem. Itt fogunk megrohadni. Vagy... Ilyenre ne is gondolj. Én sosem tennék ilyet. Én... sosem. És mi hol vagytok? Remélem, te jól vagy. Már egy hete itt lehetünk. Valami nagyon rossz dolog történhetett. Még engem sem keresnek. Lehet, hogy már Janet-et is, Ashley-t is elfogták. Lehet, hogy segítség kell nekik, de... Én itt vagyok. Szép jó reggelt, napsugaraim! Hogy telik a kis kiruccanásatok? De... Juhúj, de forró fejű valaki! Hol vannak az őrzők? Hol van Ashley? Ki? Melyikről van szó? Mindegy, hoztam egyet. Ashley, hát jól vagy! Már nagyon régóta itt vagytok. Már kéne csinálni valamit. Unatkozom. Mit akarsz? Elfelejtetted volna? Csak akkor engedlek ki, ha őt megölöd. Mondtam, hogy arra várhatsz. Vártam eleget. Most egy kicsit felgyorsítom a folyamatokat. Most választanod kell. Ha nem ölöd meg most rögtön Iurit, akkor én ölöm meg Ashley-t. Ezt most nem mondhatod komolyan. Nem viccel. Mit csinálsz vele? Hagyd abba! Felébresztettem benne a sötét mérget, csak most gyorsabban terjed a testében. Hagyd abba! Ne csináld! Egyedül te vethetsz véget a szenvedésének. Tudod, mi a dolgod? Nem. Én soha nem ölnék meg senkit. Hagyd abba! Hagyd abba már az ég szerelmére! Gyerünk! Nem teheted. Nem teheted! Tiktak, Diego, Ashley már nem bírja túl sokáig. Végre megmenthetted a drága látos kis barátnődet, és mégis most itt fog a szemed előtt eltávozni. Jól vagy? Válaszolj! De most viccelsz velem. Ez nem lehet igaz. Nem történhet meg. Nem. A Rózsa Fesztivál. Háj, hogy szerettem ezt az ünnepet. Hát ezt most jobban fogod szeretni, mert most, ma győzni fogunk. Háj, remélem igazad van. El sem hiszem, hogy Esmeralda ilyet tett. És ők most mind nem emlékeznek rám. Ez annyira... furcsa. Már nem te vagy a középpont, ami?
Én is meglepődtem, amikor azt mondták, hogy Esmeralda tette. Pedig olyan csendes természetű volt. Erre meg meghipnotizálja az egész királyságot, elrabolja az őrzőket, meg azt a Mimi királynőt vagy kit, aki téged helyettesített. Vagy nem is Mimi, valami Majuri, vagy Memuri, Mujuri, Muturi, Muturi, Maimi, Miuri? Igen, ő. Vagy nem tudom. Nem tudom ki az. Miuri az egyik udvarhölgyem volt. Nagyon aranyos volt és kedves, de aztán megváltozott. Megőrült. Számoztam a királyságból. Azóta nem láttam. De annyit biztos tudni kell róla. Hogy elment az esze. Mi folyik itt? Látnod kellett volna az arcodat. Aj, micsoda drámát csaptál itt. Pedig az egész csak egy játék volt. Játék? Az elmúlt 2 órában azt kellett hallgatnom, hogy jaj, ki fogunk jutni, meg jönnek a testliék, és jaj. Élvezett volt látni, ahogy szép lassan kétségbe esel. 2 óra? De mi egy hete vagyunk itt. Ez a cella úgy van kitervezve, hogy itt gyorsabban halad az idő, legalábbis az itt lakó számára, és ez egy kicsit növeli a szenvedését. Mégis mire volt jó ez? Semmire, de jó szórakozás volt, én nagyon élveztem. Te beteg vagy? Az bizony. És tudod, ki tette ezt velem? A drágalátos királynőd. Tudod, milyen érzés cukinak lenni? Senki sem lesz komolyan téged. Csak egy aranyos kis bábu vagy. Szerencsére a királynő épi ókor ment el vakációzni, így megmutathattam mindenkinek, hogy mire is vagyok képes. Senki sem önszántából akarta, hogy én legyek a királynő. Hipnotizáltam őket. Úgy mozgatok mindenkit, mintha a bábuim lennének. Ugyanígy Táliát vagy Esmeraldát is. És ez megy már több mint 10 éve. És nem áll szándékomban lemondani a trónról. Hiába jön a másik 2 őrző, vagy a királynő, vagy bárki más. Az egész királyság az én oldalamon áll, meg 3 őrzőtündér. És hamarosan te is. Jó játék volt, nem igaz? De tudok egy még jobbat. Mi lenne, ha nem csak végignéznéd a barátnődnek a szenvedését, hanem te okoznád azt? Vagyis te ölnéd meg őt? Nem teheted. Miért nem? Én vagyok a királynő. Meguntam ezt a beszélgetést. Fogjátok le! Bármit is akarsz csinálni, én soha. Jóba, persze értjük, sosem bántanád a barátnődet, persze. Most ideje csatlakoznod az alattvalóim közé. Kis naív.